Elkészült az új halasi buszpályaudvar, a használatba vétel még némi időt vesz igénybe. Vasútfejlesztés új tartalmakkal, a gyalogos felüljáró is megújulhat. Online óvodai, bölcsödei beiratkozás, hamarosan megnyílik a jelentkezési felület. Zenéltek, táncoltak, róma napot tartottak az Egymi általános iskolában. Jó estét kívánok, ez itt a Halas Televízió híradója április 8-án pénteken, már is jövünk a részletekkel. A korábbinál jóval modernebb új buszpályaudvar várja majd hamarosan a halasiakat és a városba érkezőket. Az építkezés elkészült, de a használatba vételhez még némi idő kell. A buszállomás környékén a forgalmi rend is megváltozik, új gyalogátkelő helyeket alakítottak ki, de olyan is van, amit megszüntettek. A tervek szerint már nem is olyan sokára az új halasi buszállomásra gördülhetnek be a járatok. Az épület elkészült, de még némi időt igényel a használatba vétel. Vélhetően az az első kérdés a lakosságon, ami felmerülhet, mikor lesz az a pillanat, amikor az első menetrend szerinti autóbusz ide be tud gördülni, és utasokat tud elszállítani innen, vagy éppen utasok érkezhetnek ide a kiskunhalasi újonnan épült autóbuszállomásra. Azt mindenképpen tudni kell és kalkulálni kell hozzá, hogy ha egy családi ház felépül, akkor amikor a kőműves elköszön, akkor aznap este nem lehet még ebben a családi házban ott lakni. Itt is ilyen folyamatok vannak még hátra, ami egy családi házban is felmerülhet. A volánnak még be kell laknia ezt az épületet, ki kell alakítani a különböző kommunikációs csatornákat, a jegyeladáshoz szükséges gépeket még be kell építeni, a várótervet még szeretnénk otthonossábbá tenni, természetesen oda is még a padoknak, különböző információs felületeknek és eszközöknek be kell kerülnie. Az utasok rendelkezésre álló mosdóba vannak még olyan feladatok, ami mindenképpen kell ahhoz, hogy az használható legyen, és hogyha mindezek meg tudnak valósulni, illetve a hivatalos eljárás rendek, amelyek ilyenkor még szükségesek, azok lezajlanak, akkor fog tudni az első valóban menetrend szerinti autóbuszjárat ide begördülni. Az utasok nagy változást, sokkal modernebb, praktikusabb körülményeket tapasztalhatnak majd, ha megnyitják az új buszállomást. Ám a pályaudvar környékén a közlekedésre is oda kell figyelni. Az elmúlt napokban, illetve jelen pillanatban is a Magyar Közút ellenőrzi azokat a táblákat, amelyek az itteni közlekedési rendet az elmúlt napokban kihelyezett táblákkal egyfajta új közlekedési renddel tudják majd szabályozni, illetve a Városi Közútkezelőnek is vannak még itt hasonló feladatai, hiszen a Szász Károly utcára vonatkozásában a megyei közútkezelő az, aki a rendet megszabja, a Magyar utca, illetve a Semmelweis tér felől érkező autós, kerékpáros, gyalogos forgalmat pedig a Városi Közútkezelőnek kell még áttekintenie. Az új buszpályaudvar környékén a gyalogátkelő helyeket érintően is vannak változások. Vannak új zebrák, és van olyan is, amit megszüntetnek. Azt kérik a gyalogosoktól és a gépjárművel közlekedőktől is, hogy ne megszokásból közlekedjenek, hanem az új rendszerét. Meg tudtuk nyitni már korábban a Magyar utca forgalmi rendjét, lehetőséget a közlekedésre, a Szász Károly utca felől egyirányú a Magyar utca a kórház felé, a Szász Károly utcáról pedig az itt levő üzletek, illetve a pékség felé, hogy nem mondja üzletneveket, már be lehet hajtani kétirányú a forgalom, ami itt működik. Mindenképpen nagyon nagy odafigyelésre van szükség, hiszen zebrák is új helyeken vannak felfestve, a gyalogosoknak is ezt még meg kell szokni, illetve az autósoknak is, hogy nem az eddig megszokott helyeken vannak a gyalogátkelők, hanem teljesen új helyekre vannak ezek felfestve. Tehát akkor az lényeg, hogy mindenki figyeljen, aki erre közlekedik. A következő napokban mindenképpen, és amikor majd az első autóbuszok begördülnek, akkor még egyszer lesz néhány olyan nap, amikor a teljesen új rendet meg kell szokni, hiszen akkor már ide az autóbuszokkal terhelt közlekedéssel kell kalkulálni az erre közlekedőknek. Az új buszpályaudvar a Komplex Közlekedés Fejlesztési Intézkedések Kiskunhalason elnevezésű program keretében valósult meg. Fontos elemekkel egészül ki a Budapest-Belgrád vasút fejlesztési projekt, közölte a hírt Halas polgármestere.
Fülöp Róbert a napokban tette közzé, hogy remek hírek érkeztek a Budapest-Belgrád vasút fejlesztésről. Mint írta, három Kiskunhalast érintő elemmel egészült ki a projekt az engedélyezési eljárás során felmerült települési igények miatt. Ezek közé tartozik Kiskunhalas településen útátjáró kiegészítése gyalogos átvezetéssel a Kéve és az Átlós utcánál, valamint a gyalogos felüljáró átalakítása, illetve a fejlesztésbe bekerült Kiskunhalas település logisztikai központjához kiszolgálás kialakítása a kiágazásig, vagyis vasúti kapcsolat kiépítése a logisztikai központtal. Terveink szerint a témára a napokban még részletesebben visszatérünk. Jövő héttől indul Halason az online óvodai beiratkozás. Azokat a gyermekeket kötelező beiratni óvodába, akik augusztus 31-éig betöltik a harmadik életévüket. A beiratkozásra idén is kétféle lehetőség lesz. Jelentkezni lehet internetes felületen vagy személyes megjelenéssel is. Az internetes online felület elérhető a kiskunhalas.hu oldalon április 11-e és május 6-a között. Az adatok sikeres feltöltéséről visszajelzés fog érkezni. Akik a hagyományos, személyes beiratkozást választják, vagy szeretnék megerősíteni az internetes jelentkezésüket, azok részére a kiválasztott óvodában április 20-án és április 21-én 7 órától 17 óráig lesz lehetőség. A Halasi Városi Bölcsödébe történő beiratkozásra is rendelkezésre áll az internetes online felület április 11-e és május 6-a között. A beiratkozási tudnivalókról a jövő héten részletesen beszámolunk majd. Április 8-án van a Nemzetközi Roma Nap. Ez a nap a cigány közösség kultúrájának, hagyományainak, művészetének és anyanyelvének nemzetközi ünnepnapja. A roma történelemre és kultúrára hívják fel ilyenkor a figyelmet. Tegnap a Kiskunhalasi Egyni Általános Iskolában tartottak roma napot zenés táncos programokkal. Isten könyörű meg nékünk, ne szenvedjen tovább népünk. A cigány himnusszal kezdődött a Kiskunhalasi Egyme Általános Iskola roma napja. A diákok, a pedagógusok és a szülők idén is nagyon készültek erre az eseményre. Mivel az iskolánkban járó gyerekeknek több mint a fele roma származású, ezért egy nemzetiségi napot tartunk. Itt lesz tánc, zene, ének, főzés, kiállítás, kultúráról vetélkedők. Úgyhogy megpróbáljuk ezt a napot hasznosan eltölteni gyerekekkel, a szülőkkel, pedagógusokkal együtt. A roma napra tablókat is készítettek az osztályok, melyeken sok információt gyűjtöttek össze a cigányság történetéről és hagyományairól. A szervezők úgy próbálták összeállítani a programot, hogy a kezdetettől kezdve, vagyis Indiától kezdve, ahonnan indultak igazából a romák, onnantól kezdve egészen nyomon követni a mai napig, hogy hova kerültek, azt lehet mondani, hogy a világ összes országában megtalálhatóak, és próbáljuk a gyerekeknek ezt bemutatni, vagy a gyerekeket is bevonni abba, hogy végigjárjuk ezt az utat. Próbáljuk őket irányítani olyan szempontból, hogy a múltukról legyenek valamennyire tisztában. Ez régen is nagyon fontos volt nekik, de mostanában azt hiszem még jobban, hogy tudják, hogy honnan jöttek, és hogy jutottak el idáig. És én úgy láttam, hogy a tavalyihoz képest nagyon nagy változás, hogy nagyon sokan beöltöztek, nagyon sokan készülnek a betélkedőkre. Az ünnepségen az iskola egyik volt diákja is fellépett, mert fontosnak tartja az ilyen hagyományápoló rendezvényeket. Nagyon szeretem ezt a roma napot, és mindenki szereti fogja ezt, mert ez képviselni kell ezt a hagyományt, és legyen úgy mindig jó az életbe. És nagyon jó nekem, hogy itt vagyok. Megköszönöm mindenkinek. Írtam zenéket, saját zenéket, fejből írtam a zenéket, és megmaradtam úgy. Már 28 év, most ez a 30. osztálytalálkozunk, és remélem meg fogunk rendezni, meg fogunk beszélni a pedagógusokkal, meg a diákokkal is, ezt, hogy összejöjjünk ebbe az iskolába egy 30 éves találkozóra. Kolompár Zsolt több országban is fellépett már, és a mostani diákokat is a hagyományok továbbvitelére biztatja. Voltam Angliába, Jewsbury-be voltam Romániában, voltam sok helyen. És így jó lett, sikeresen voltam, és hagyomány szerint játszottunk, fellépések voltak. Minden stílusban énekelek, és majd be fogom mutatni mindenkinek, hogy minden stílusban fogok énekelni, mindenfajta zenét a világon el tudok énekelni, ami kell az embereknek. Az iskolában még hagyományőrző divat bemutatót is tartottak. Sok diák mutatta meg, milyen a tradicionális öltözködés, de a roma napról a tánc és a táncház sem maradhatott el.
Az előrejelzések szerint ismét esősebbre fordul az időjárás. Az aszály miatt a térségben a növények fejlődéséhez továbbra is nagy szükség van csapadékra. Olyan intenzívebb eső javítana a helyzeten, amely nem csak a talaj felszínét érinteni, hanem a mélyebb rétegeket is átáztatná és eljutna a gyökerekhez. Esőre egész hétvégén lehet számítani, noha a nappali hőmérséklet már tavaszias, vasárnaptól egészen a jövő hét közepéig éjszakánként mínusz fokok lehetnek. Nemrég tett halasi látogatásán erre Tóth Tamás meteorológus is felhívta a figyelmet. Sajnos éjszakánként a külterületi részeken, itt a homokos felszínek felett bizony előfordul továbbra is fagypont alatti hőmérséklet, tehát a gazdálkodóknak oda kell arra figyelni, hogy bizony az éjszakai időszakban, különösen napkelt előtt védekezni kell, vagy szükséges a fagykárok ellen, hiszen nulla fok alá csökkenhet még így is a hőmérséklet, annak ellenére, hogy bizony napközben már 20 fok közeli, vagy 20 fok körüli hőmérsékletet tapasztalatunk, tehát nagyon kellemes meleg van napközben, viszont légköri aszály van, nagyon száraz a légkör, ilyenkor a hőmérséklet éjszakára igencsak le tud hűlni, tehát akár 20 foknál nagyobb lehet a napi hőingás mértéke. Április 23-án reggel 6 órakor lesz a start, ismét túrázni, futni hívja a sport és természetkedvelőket a hazatalálás baráti kör. A halas hatalmas hagyományőrző teljesítménytúrát a Szentgyörgy napi határjárás hagyományát követve rendezik meg. Ennek során Kiskunhalas hatalmas járását részben vagy teljesen körbe lehet járni. A túrázó az út során bepillantást nyerhet a letűnt korok világába, és megismerheti a térség növényvilágát is. Bús József egyike azoknak, akik évről évre nekivágnak a 80 kilométeres távnak. A szervező szerint a rövidebb szakaszok is sok szépséget rejtenek, így akár futva vagy gyalogolva sok élményben lehet része a résztvevőknek. Halas hatalmas ugye az egy hagyományozó teljesítménytúra igazából, mert ugye a Szentgyörgy nap kapcsán szervezzük ezt meg minden évben, ezt a határjárást. És hát tulajdonképpen mindenkit várunk, a város apraja nagyját, illetve hát ugye messziről is azért eljönnek hozzánk erre a teljesítménytúrára. Többféle távot lehet választani, 10 km, 20 km, 35, 45, illetve ugye a 80 km a teljes kör, 83 egész pontosan. Tehát igazából azt gondolom, mindenki megtalálja akár családosan is, vagy egyénileg is a saját magának való távot ezen a versenyen vagy túrán. Előtteleg ez egy gyalogtúra, de ahogy tudjuk, a teljesítménytúrák azok úgy működnek mindenhol az országban egyébként, hogy nagyon sokan futva teljesítik ezt vagy a különböző távokat. Nyilván ki tehetsége szerint, vagy kitartás, vagy egyéb szerint, vagy hogy ugye milyen mozgásformát részesít előnybe, tehát nincs megkötve, egy a lényeg, ugye, hogy mindenféle segítség nélkül, tehát csak a két láboddal teljesítheted, ez gyalog vagy futva, az mindegy teljesen. A túra beírható a Hazatalálás túrák 2022-es igazoló füzetébe, illetve része a kiskunsági barangoló túrakupának. A részletes leírásokért, térképekért a Hazatalálás baráti kör Facebook oldalát érdemes felkeresni. A Hazatalálás baráti kör Facebook oldalán, tehát facebook.com/hazatalálás, ugye, ezen megtalálható a maga a kiírás a túrának, és akkor ott onnét már ugye tovább visz a teljesítménytúrázók honlapjára, van minden részletes információ fölrakva, onnét letölthetők hozzá az itinerek, minden részletes tudnivalót megvan együtt, és akkor ott megvan az információ is, hogy hogyan lehet jelentkezni, ugye hova kell küldeni e-mailt, esetleg ha valaki szeretne nyomtatott itinert, mert azt ugye ilyen környezetvédelmi okokból fölöslegesen nem nyomtatunk papírokat, de aki kéri, annak nyilván megcsináljuk, ott minden le van írva pontosan. Ugye a Hazatalálás baráti kör csapata az ilyenkor ugye készenlétbe áll, akkor is, ha esetleg ő maga is kirándul vagy túrázik, elérhetőek vagyunk, illetve lesz, aki nem is túrázik, hanem csak erre figyel folyamatosan, és természetesen van ilyen segítségkérős telefonszám is, illetve ki van szalagozva, vagy ki lesz szalagozva ugye a túraútvonal, illetve lesznek ellenőrző pontok is, ahol, hogyha valaki úgy érzi, hogy segítségre van szükség, akkor ott is tudja jelezni természetesen. A hosszú távú előrejelzés szerint a túra napján sok lesz a napsütés, a reggeli hűvös időt követően a legmagasabb hőmérséklet 12 és 18 fok között valószínű. A katolikus egyháznál most vasárnap lesznek a virágvasárnapi szertartások. A halasi alsóvárosi katolikus templomban délelőtt 8:30-kor is lesz barkaszentelés. A napfő eseményét 10 órától tartják. Jó idő esetén a szentmise a templom mellett a kálváriánál kezdődik a körmenettel és barkaszenteléssel. A hívektől azt kérik, ha tudnak, vigyenek magukkal barkát vagy virágzó ágakat. Rossz idő esetén bent a templomban tartják a kintre tervezett szertartás részt is. Az esti szentmisén nem lesz barkaszentelés, áll a plébánia tájékoztatójában.
A kiskunhalasi Jézus Szíve katolikus templomban, vagy ahogyan sokan nevezik, a Felsővárosi templomban április 10-én reggel 7:30, illetve délelőtt 9 órakor lesznek a virágvasárnapi szentmisék. Koncertélmény másfél órában. Tegnap este a Közösségek Háza adott otthont Csemer Boglárka kiskunhalasi lemez bemutató koncertjének. Az énekesnő megjelenés előtt álló 4. albumának friss anyagával ismerkedhetett meg élőben a helyi közönség. A lemez anyaga 5 éves időszakot ölel fel, személyes élményekkel, mondta az énekesnő. Az eseményről beszámolót láthatnak majd kulturális magazinunkban, a Kultúrképben, illetve a koncertről készült filmet a húsvéti hosszú hétvégén tűzzük műsorra. Most pedig felidézzük röviden, hogy mik voltak mai híradónk legfontosabb témakörei. Elkészült az új halasi buszpályaudvar, a használatba vétel még némi időt vesz igénybe. Vasútfejlesztés új tartalmakkal, a gyalogos felüljáró is megújulhat. Online óvodai, bölcsödei beiratkozás, hamarosan megnyílik a jelentkezési felület. Zenéltek, táncoltak, roma napot tartottak az Egymi Általános Iskolában. Kedves nézőink, ez volt a péntek esti híradó itt a Halas Televízióban, de kérem, hogyha tehetik, akkor maradjanak továbbra is velünk. Most jön az időjárás előrejelzés, mutatjuk, hogy a hétvégén milyen időre készülhetnek majd Kiskunhalason. Aztán pedig a napi mozaikban ellátogatunk a zeneiskolába, ahol egy tavasz köszöntő koncertet tartottak a napokban. Erről láthatnak egy 8 perces összefoglalót. Én még egyszer köszönöm, hogy ma is minket választottak. A hétvége során, hogyha tehetik, akkor kérem figyeljék weboldalunkat folyamatosan a halasmedia.hu címen, friss híradóval pedig hétfőn este 7 órakor várjuk Önöket. Jó pihenést, viszontlátásra!